egészen irigylésre méltó az, ahogy kisfia kényezteti Boyák Lilát. Bulcsú ugyanis minden reggel ágyba viszi anyukájának a kávét. A kettőjük kapcsolatára most velük beszélgetünk. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Bulcsú, jól mondtam? Igen. Ez így van? Minden reggel. Aszta. Azért. És milyen kávét iszik anya? Ilyen hosszú kávét. Hosszú kávét tejjel, vagy hogy? Nem, csak egy pici tejjel. De mióta csinálsz kávét anyának? Ez hogy jött? Nem tudom. Már egy ideje. Az volt, hogy minden egyes nap felviszem neki ágyba a kávét. De jó dolgod van. Egyébként jó, tényleg a minden egyes nap pici túlzás, de... Nem, mert az van, hogy leszólsz nekem, hogy hozz fel nekem egy pohár kávét. Igen, elkényeztetődtem. Viszont tegnap anyák napjára azzal a meglepetéssel készült, hogy tudta, hogy nekem korán kell kelni, és beállított az órát magának, felkelt 6-kor, és nekem csinált tükörtojást, és felhozta az ágyba. És hogy sikerült a tükörtojás? Íz lett anyának meg? Igen, nagyon íz lett neki, csak... Csak? Csak? Hát... Elfelejtettem megsúrni. Nem volt vele semmi baj ezen kívül. Egészségesre sikerült, mert só nem volt rajta, de azért nagyon finom volt. És hát ugye a Vigyázzat gyerekkel vagyokban is láthatunk majd benneteket. Volt olyan titok, amit elárultál anyáról? Nem feltétlenül. Nem, vagy inkább Lila, inkább te mondd el, hogy volt olyan, ami meglepett, hogy Bulcsú miket lát, vagy miket vesz le belőle? Nem volt bennem félelem, mert Bulcsú azért egy rettenetesen kommunikatív kisfiú, és ennek a jó pozitív és negatív oldalaival együtt, tehát azért volt bennem egy kis aggodalom, hogy miket fogott összehordani, de azt hiszem, hogy a legkellemetlenebb, amit így sikerült, az, hogy anya fúsminkbe jár boltba, ami szintén egy picit túlzás, de ugye szélsőségek embere. Így szoktam. Annyi baj legyen. Nagyon-nagyon jó a viszony közöttetek, tehát sok mindent megbeszéltek. Mulek, jó a viszony közöttünk? Na. Persze. Szerintem igen, egyébként tényleg én abba hiszek, és ez életünknek minden szakaszára abszolút visszavezethető, és látom is, hogy működik, hogy mi mindig mindent megbeszéltünk, a jó és a rossz dolgokat egyaránt, és abban hiszek, hogy ha komolyan veszük a gyereket, és beszélgetünk vele, akkor sokkal egyszerűbb megoldani a dolgokat. Ugye, és most egy nagy dolog is történt, ugyanis eljegyeztek. Igen. És azt hallottam, illetve olvastam, hogy erről ők tudtak? Persze. Együtt készül. Na és nem mondtátok el anyának, hogy milyen meglepetés készül? Vagy fél évig titokba kell. Fél évig? Már karácsonykor tudtuk, már karácsony előtt, amikor ott plázáztunk a Mátéval, mert akkor tudtuk az egészet. És mire kért meg Máté titeket, hogy hogy segítsetek neki? Hát, hogy tartsuk ezt az egészet titokban, de nem mondjuk el neki, de próbáljunk közreműködni ebbe az egészben, amikor el akarja vinni őt mondjuk Kisgyőrbe, oda Miskolcra, a Lillafüredre, akkor azt mondjuk, hogy mi nem akarunk oda menni, mert az tök unalmas. És akkor ott titokban mi így egy másik kocsival mentünk oda, és ott egy nagy buli volt. Hihetetlen édes vagy, elképesztő vagy. Ilyen jó a kapcsolat. Nagyon-nagyon szeretik egymást, és nagyon jobban vannak, és tényleg úgy összefogtak, és leszervezték ezt az egészet, hogy én tényleg semmiről nem tudtam, és ráadásul nem elég, hogy amikor a leánykérés megtörtént, az is teljes meglepetés volt, de utána estére volt egy olyan eljegyzési vacsora, ahol tényleg ott volt mindenki, a Máté családja, az én családom, és ott voltak a gyerekek, akikre én egyáltalán nem számítottam, és hát ez Miskolcon történt, mi meg ugye Pesten élünk. Úgyhogy tényleg komoly szervezést igényelt a dolog, és mindenki tartotta a száját, és senki egy szót sem szólt. Tudod, az az érdekes, hogy amikor itt voltatok Mátéval kettesben, akkor emlékszem, hogy Máté maga mondta, hogy el szokta vinni a srácokat csuliba például. És az valahogy úgy nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy van, vagy hogy működik köztetek, most már abszolút látom. Hát, hogy ilyen cinkosságokra vehetők vagytok Máté által, akkor azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Hát igen, mivel könnyen levisz bármikor a suliba, meg amúgy... Mert ott lakunk a suli mellett. Ott lakunk a suli mellett, szóval... De hát nem, de hát ez jó, fontos. Maximum hazahozni szokott, mert lemenni a suliba egyedül szoktunk, anya, hogy lesétálunk. Kiszipeli a táskát, te magad? Igen. Vagy Máté? Nem, mert egyedül megyünk le a suliba, mert lesétálunk egy utcán, és ott van előttünk a suli. Semmit nem sejtettél egyébként a lánykérés előtt?
Azt gondoltam, hogy valamikor valami majd lesz, mert olyan előjelek voltak, mint azért Máté megkérdezte, hogy ha mondjuk egyszer így előfordul ez a kérdés, akkor ugye nem fogok tényleg mondani, tehát egy kicsit bebiztosítsa magát, de bennem nem volt ez az igény. Biztos azért, mert én már túl vagyok egy házasságon, és most azt gondolom már, hogy nem ezen múlik a boldogság. Úgyhogy mondtam neki az elején is, hogy én nem az leszek, aki a fején fog ugrálni, hogy mikor kéred már meg a kezem. Arra tényleg nem számítottam, hogy ez ott és akkor fog megtörténni, és nem is úgy mentem oda. Nagyon jó kis történetet talált ki, hogy Lillafüreden milyen jó tavasz köszöntő fesztivál van, ami olyan szép, és mindenképp meg kell nézni. És én meg elhittem, hogy ez ilyen kellemes. Hát gratulálunk nektek, és ma este vigyázzat gyerekkel. 20:50-kor a TV2-n, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Nézzük este, nézzünk. Nézzünk, bizony.